A Hévízi Box Team szombaton délután 15 órától rendezi a Deák téren az Átriumban az első Hévíz Kupa ökölvívó versenyt. Egész Dunántúról hívtunk meg ökölvívó csapatokat, és remélem, hogy egy olyan 25 pár összecsapását láthatják majd a kedves ellátogatók. Egy ring lesz felállítva? Igen, egy szorítóban lesz a mérkőzés, hanem remélhetőleg nagyon-nagyon jó mérkőzéseket láthatunk. A helyi ökölvívók heten lépnek majd szorítóba. Hát 15 órától kezdődnek a mérkőzések, én szerintem olyan 2-2,5 órát vesz igénybe a rendezvény. A győztesek érmet kapnak, illetve lesz két külön díj, a legjobb hazai, illetve a legjobb vidéki versenyző sereget fog kapni. És serdülő korcsoporttól megyünk fölfelé, egészen felnőttig, és nagyon remélem, hogy nagyon sok résztvevő lesz. Lesznek itt lányok is először a rendezvényünkön, és nálunk is van kettő lány, aki remélhetőleg tud majd versenyezni, lesz hoznak ellenfeleket nekik. Bár még kevesebb női ökölvívó indul a versenyen, mint férfi, mégis a hölgyek ugyanolyan lelkesedéssel és elszántsággal készülnek a megmérettetésre, mint férfi társaik. Amióta a klub alakult, azóta ugye előtte voltunk egy általános iskolába, a középiskolába is, és ugye itt ezt a termet a Rudi bácsi ugye kivérelte, és itt vagyunk, és azóta is én is a tagja vagyok a klubnak. Voltál már versenyen? Voltam egyszer Pécsen, és akkor az ellenfelem bedobta a törölközőt. Akkor hasonló jót vesz majd a most hétvégével kapcsolatban is? Hát remélem, hogy így lesz. Hogyan készülsz erre a versenyre? Hetente háromszor, hétfőn, szerdán, pénteken, általában zsákolás, árnyékolás, technikai edzések, kedden, csütörtökön, erőléti, futás, fekvő, támasz. A fiúkat azt tudjuk, hogy elég sokan boxolnak a lányok esetében. Vagytok már annyian, mint a fiúk, vagy azért még kevesebben? Hát elég kevesen vagyunk, legelőször én voltam csak, aztán volt egy másik lány, aztán most jött az Anika, és így ketten vagyunk. Tehát akkor még buzdítsuk a lányokat, hogy jöjjenek. Hát igen. Jöjjenek csak. Nem veszélyes sport a box. Rengeteg munka, idő és energia van a verseny előtti készülődésben. Hát gyakorlatilag ők ötször edzenek egy héten. Hát a versenyek előtt viszont hatszor, egy nap pihenővel, egy héten egy nap pihenővel, és gyakorlatilag ez januártól elkezdődött egy alapozással, szinte folyamatosan készülünk. Demeter Krisztofer már 2 éve a klub tagjaként edz, csak a boxsal foglalkozik, más sportot nem űz. Miért választottad ezt a sportágat? Hát megláttuk az iskolában a plakátot, és így rájöttünk. Előtte sportoltál más, vagy most sportolsz más mellette? Nem, csak box. Mennyit fejlődtél ebben a 2 esztendőben? Hát szerintem sokat. Egy másik versenyen, az utánpótlás olimpián már feljutott a dobogóra. Bronzérmes lettem. Mit vesz az első Hévíz kupától? Nyerni szeretnék. És fogok is.